Segítségből versenyben mindig tudtok meglepetésekkel szolgálni nekünk. Mire készülhetünk most idén, február 20-án? Hát az idei vicces kemencés nap, harmadik térségi bőrlérversenynek a sajátosság, hogy eddig tavaly 14 versengő csapat volt, az idén 16 versengő csapatunk lesz, és mivel a testvértelepülésű Csikkozmás település is képviselteti magát, ezért ők Lukácsházi csapattal közösen egy csapatot alkotva, ők is részt vesznek ebbe az egésznapos gasztronómiai fesztiválban. Mit kell tudnunk erről az egésznapos gasztronómiai fesztiválról? Tudom, hogy ilyenkor kinyitnak a pincék, és a kemencékben valami nagyon finom készül, de mondd el, te kérlek, hogy épül fel ez a... Ugye 2013-ban vetődött fel a gondolat, hogy a Szőlőhegyek turisztikai attrakciót mit lehetne kitalálni, ami a bor és a gasztronómiához kapcsolódik. Pince, kemence, bor, ezek lettek így egymásra fűzve egymás mögé, és ennek a szüleménye ugyanúgy 18 pincés kemencés helyszín, és ehhez jöttek az úgynevezett pincés kemencés rendezvények, és ebből a legnagyobb egy téli rendezvény a térségi bőrlérverseny. Tehát térséggel kezdtünk, most már bővítettük a kört a környező nagyobb településekre, városokra, illetve Oszkó-Győrvár révén már a Egyhártot is megszólítottuk, és hát az előbb említettem ezt a nemzetközi dolgot. Én az elvárások, vagy azt szeretnénk igazából majd elérni, hogy ha szépen egymásra épülve a végén ez egy szép megyei rendezvényé váljon. Tehát most megye egy égkövé váljon ez a rendezvény. Köszönöm szépen! Lájának a településeket mutassák be, miért érdemes az adott településen menni, mi az oknak adott települések jellegzetessége. És ez külön értékelési szempont is. Tehát nagyon fontos a vendéglátás számunkra, tehát hogy nagyon szíves látás történjen a település részéről. Én azt gondolom, hogy ezzel nem volt probléma az elmúlt két évben sem, és az idejében sem lesz ezzel probléma. Itt tényleg január 30-án volt az előzetes megbeszélés, és az előzetes megbeszélésen már különböző ötletekkel jöttek elő, hogy ezt lehet, természetesen mondom, mindent lehet, ami az adott helyszínen belefér a történetbe. Igyekszünk nagyon minden csapatot értékelni, tehát az idejében úgymond minden csapat valamilyen szempontból külön lesz értékelve, legszebben öltözött csapat, legszebben mosolygó csapat, de a leggyorsabban feldolgozó csapat, vagy a legkörnyezetbarátabb csapat, akkor a legötletesebb nevet választó csapat, ami a legfontosabb, hogy a pincés kemencésről beszélünk, tehát a kemencés ételeket külön kívánjuk díjazni három csapat erejéig. Tehát azt szeretnénk, hogy egyetlen csapat se érezze azt, hogy ő csak egy kellék, úgymond ebbe a történetbe. Igen, nekünk valamennyi csapat fontos, tehát ezt hangsúlyozni kívánjuk, hogy legyen minden csapat értékelve. És a résztvevő csapatokról, tehát a térséget már említettem meg az eddig résztvevő csapatokat, de a Gyöngyösvár, Cák, Lukácsháza, Kőszeggyoroszló, Kőszegszerdály, Kőszegpatt, Nemescsók, Pusztacsók, Oszkó, Csepreg, Győrvár, Kőszeg, Kőszegfalva, Kőszegiparosok, Bükk, a város, aki nagyon készül, Gencsapáti és Perenye. A Bükkön éppen a múlt héten voltunk ezen a Torkos Csütörtök nevű rendezvényen, ahol a sportház igazgatója Tóth Tamás nagy örömmel fogadott minket, és hát ott is promotálhattuk a saját rendezvényünket, és ott el is mondta Nyílcinen, hogy ők most ezzel itt edzettek, de a valódi megmérettetés az majd Lukácsházán lesz február 20-án. Hát egy problémánk van, a per pillanat az időjárás, de már folyamatos tárgyalásban állunk az égiekkel, tehát igyekszünk megfelelő időjárást is rendelni. Ugye egy szabadtéri rendezvénynek az alfája, az omegája, az a jó idő, de hát én bízom benne, hogy ezzel sem lesz probléma. Itt képviselő úr, Csejtei Péter főrendező úr már napok óta netet nézi, és ez irányba intézkedik. És ugye elmaradt a bemutatás itt a sajtótájékoztatón előtt, elnézést érte, tehát itt mellettem van a együttműködő partner, a Borzorát Hölgyek Lukácsház Egyesületének elnökasszonya, dr. Jónás Zsigorné, aki novemberben vette át a szekérudat, és próbálja egyengetni ezt a csapatot. És akkor maradjunk a hölgyeknél, képviselő asszony, aki 2014-ben lett képviselő, Kovács Ildikó, akire nem kis feladat hárul, amellett, hogy december közep óta a képviselőtestület heti rendszerességgel ül össze és próbál mindenre fölkészülni.
neki nagy feladat lesz, ő feladata lesz a VIP vendégeknek a ellátása, koordinálása és ezzel kapcsolatban helytállni. Ugye velettem van Csehély Péter úr, a rendezvény úgymond egésznapos felelőse, a főrendezője, akinek az egész rendszert bonyolítani kell és kézben kell tartani. És mellette pedig Molnár Zsolt képviselő úr, aki a rendezvény térén fog felelni, és azok a tájházban történtekért fog felelni, és ott koordinálja különböző segítőkkel az esemény. A saját úgymond intézményünk a közösségi ház még, aki aktívan kiveszi a részét az eseményből, tehát ő pedig az információ, illetve a sajtó meg a média megjelenéseket koordinálja, meg a sok nyomdai előkészítő, meg ilyen munkákat, tehát azt gondolom, hogy mindenki kellőképpen be volt. De és a programról valamit, a szokásnak megfelelően már 6 óra környékén gyülekeznek majd a csapatok, ugye a katonokat a melegvizet elő kell gyártani, az nem úgy folyik ki a csapból, hanem ezt fel kell forralni. A tervek szerint 7 óra 15 környékén történik az első tisztaküldés a sorsolás követően. Annyi, hogy az egyes sorszámot azt a tavalyi győztes csapat kapja, tehát ez megint egy elfogyasztott győztes csapat lesz, mondjuk az egyes sorszám, aki elsőnek öl. Ez per pillanat Lukácsháza és Csikkozmás közösen. Reméljük, hogy sok lúd között nem fog elvészni, vagy sok disznó között nem fog elvészni a mi disznónk. Mint Szarvaskennel volt, hogy egy disznó futásnak kellett, és a másik ónál sikerült elcsípni. Aztán sorszám alapján történik az ölés. A feldolgozás, már mint említettem, a pinces kemencés helyszíneken történik, amelyek ki lesznek táblázva. Tehát a beléptető pont, tehát a kedves vendégek, ha érkeznek, akkor egy információs térképet fognak a kezükbe kapni, amint rajta van a szórólap, tehát amint rajta van röviden, hogy milyen események vannak belül, egy térképen, hogy tájékozódni tudjanak, illetve a hátoldalát pedig meghagytuk a reklámoldozó felületnek, tehát azok a támogatók, segítők, média partnerek vannak rajta, akik az eseményekben közreműködnek. Ezt mindjárt a beléptető pontnál. A legfontosabb, hogy a mi rendezvényünk az belépőjegyes rendezvény. 14 év alatti ingyenes a belépő, e fölött viszont egységesen 1500 forint a belépő. Részünkre nincs pályázati forrás, ez itt a munkát tudjuk adni hozzá, illetve az önkormányzat részére az anyagi támogatást. Nem a cél, a távolabbi cél az természetesen, hogy rentábilis legyen a beruházás, és ez nem biztos, hogy mindig anyagiakban értendő. Én azt gondolom, hogy egy településnek a hírének az elvitele az ország más részében, vagy akár határoinkon túl, az pénzben nem igazán mérhető, és én azt gondolom, hogy itt arról nem beszélve, hogy az számunkra az, hogy a térségi kapcsolatok, a baráti kapcsolatok ápolása, az megint nem mérhető pénzben. Én azt gondolom, hogy ez megint fontos arra, hogy... De hát a természetesen önkormányzat lévén felelőtlenül nem gazdálkodhatunk a közvagyonnal, ezért hát az a cél, hogy minél jobban az közelít van 20-ról, próbáljuk az eseményt megszervezni.